Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az Allegef. Ebben a videóban a Crash Team Racing fő ellenségét fogjuk legyőzni, Nitrous Oxide-ot. Itt vagyunk hol máshol, mint az Oxide Station-be, itt pedig mellettünk drága Oxide barátunk, és úgy tűnik, hogy hamarabb indult, mert már is csalással kezdi ezt a versenyt, hát ez elég kellemetlen. Meg az is, hogy dobálja a TNT-ket, na igen. Úgyhogy ez így nem lesz jó. Ó, nem csak TNT-ket, hanem még nitrókat is. Ó, és a ágyú golyókat is lő hátra. Hát ez úgy tűnik kombinálta az eddigi fő ellenségeknek a képességeit. Hát ez nagyon nem tetszik nekem. Nem baj, megküzdünk vele, de hogy fogunk így nyerni? Az összes trükköt beveti, amit eddig alkalmaztak ellenünk. Remélhetőleg azért sikerül felülkerekedni a trükkjein. És megpróbálom mindent. Csak tudok, van egy rakétám, ezt okosan kellene úgy elhasználni, vagy mondjuk el is találom. Közben mindig dobálja ezeket a dolgokat, és neki ütközne a rakéta. Ez nem jó. De egyszerre kettőt dob, hát nem hiszem, hogy ez hogy lehetne most legyőzni. Haj, pedig olyan motiváltan indultam, hogy én meg neki próbálok egyet lőni. Eltalálta. Hú, ez az jó, első. Mostan csak tartsuk is meg ezt a helyet. Ez még csak az első kör volt, úgyhogy még sok van hátra. Jó, de én is dobok neki egy... Ó, de pont kikerüli, nem hiszem el. Nem baj, gyors... Pedig azt hittem, hogy egy gyors leszek, akkor majd nem lesz gond, de hát nem voltam elég gyors. Igen, ez történt. Úgy tűnik, hogy a pálya egyes szakaszain mindig ugyanazokat a power-upokat dobálja hátra. Pont eltalált, pedig én is leüttem neki egyet. Úgy volt, hogy az elején TNT-ket dobál, utána nitrókat, utána ágyugolyókat, és itt pedig... Ó, nem! Ez mi történt? Ilyet még szerintem sosem csináltam, leugrottam úgy a pályáról, de vissza a pályába, és hú, szerencsé, hogy jött akku. Akkor megmentett, yes. Oké. Megvan a rakéta, ez jó lehet. Három rakéta is van, én most nálam. Már csak utol kellene érnem, de sehol sincs. Hát ez már nagyon elmenekült előlem. Én meg neki megyek. Ennek. Ez nem jó. Nagyon hátul vagyok. Vagy azért nem adom fel, mert próbálom még utol érni. Ha ott van már, látta. Sokat dobott, de egyszerre kettőt dobhat. Ez aztán a fair verseny, ne? A zöldeket is dobál. Hú, ez az, még egyet neki. Hú, ez az, hármat is, mind a hármat. Jól van, hát remélem legyengítettük annyira, hogy meg sem tud szólalni többet. Ez az, gyerünk. Jön az. Gondoltam. Oké, belement a jó kis flöccsbe. Piros személyfolyadék koslombik. Jó van. Ez nem volt rossz. A zene is van, hogy beindult. Jó, hogy nitrót mondjuk leteszünk neki. Leteszünk ide középre. Nézzük, belemegye. Ó, nem megy bele. Ah, de belement, jól van. Pirosan izzott ugye. Feje ott a képe, az ikon. Oda letettem neki egyet, hát ha belemegy. Hát akkor lehet, nem fog. Nem baj. Harmadik kör, nyerjük meg. Itt vagyunk már szinte a célegyenesben, hát igen, csak kanyarról végződik az egész. De már itt vagyunk a végén, már nincs sok hátra. De hallom, hogy közeledik. Szerintem belement a nitróba is, ide teszek neki egyet, hát ha belemegy. Na, ugorjunk, itt a vége, itt, és első hely, fú, ez az, sikerült, jól van. Pedig azért eléggé lemaradtunk egy helyen, de sikerült felhozni, elsők lettünk, legyőztük. És ott van Nitrous Oxide a második helyen, úgy örjön, mi pedig táncolunk, mert legyőztük. Sikerült. You beat me once again! Now I have to go back to the planet Gazmoxia, a complete loser! I must be getting slow in my old age. That's it! I'm finished racing in these mushy, backward worlds!
keep your miserable planet. I'm out of here for good.
Hát inkább mi köszönjük a játékot. Na hát itt a vége Crash Team Racingnek, ugyanis teljesítettem most már tényleg mindent az Adventure Mode-ba, de mindjárt láthatjátok is. Azt mondja, hogy Gemstone Valley, 2 relikvia, Nitrous Oxide legyőzve, 5 drága kő megszerezve, ezeket pedig már láttátok, Insanity Beach teljesítve, The Lost Ruins teljesítve, Glacier Park teljesítve, és a Citadel City is teljesítve. Mindent megszereztem. Szóval most már csak el kell mentenem az állásomat, és így van, szép completed, 101%, mivel sikerült mindegyik relikviát aranyra megszereznem, ezért 101%-ot értem el, így a játék végére. Hát remélem mindenkinek tetszett ez a Crash Team Racing végigjátszás, most már készek vagyunk a PlayStation 1-es Crash játékokkal. Az igaz, hogy még a Crash Bash-t azt játsszuk Zsófival, de én szerintem az egyjátékos Crash játékokat folytatni fogom a PlayStation 2-es Crash játékokat, hogyha sikerül összehoznom. Viszont még ne haladjunk annyira előre. Lesz még Crash Team Racing-es témájú videó, például lesznek feloldható karakterek bemutatása és az a top 5 pálya a Crash Team Racing-ben. Szóval ezekre még számíthatok, találkozunk legközelebb.